Ez a mez Böde Dani által dedikálva várhatóan a legkeresettebb lesz a Családsegítő Központ aukcióján. A karácsonyi jótékonysági akció anyagi hátterét kívánták ezzel az árveréssel megteremteni. A kezdeményezés mögé civil szervezetek és magánszemélyek is beálltak. 9 tornai szervezet összefogásával valósul meg ez az első tornai jótékonysági aukció, melynek a bevételét a Tetszebbé a karácsonyt elnevezésű adományozási programra szeretnénk fordítani. Ez a program már évek óta hagyományjá vált, és a járványügyi helyzet adta azt a kényszer megoldást, hogy ilyen módon tudjuk az alapját ennek megvalósítani. Úgyhogy az aukcióból befolyt összegből szeretnénk majd rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeknek karácsonyi csomagot készíteni. Az akcióban tavaly 60 család vehetett részt, és a felmérés most is zajlik arra nézve, kik számíthatnak az ajándékokra. A jótékonysági aukció háttérmunkálatai mellett jelenleg folyamatosan zajlik egy adatgyűjtés, egy igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy kik azok a családok, akik akár a járványügyi helyzetből adódóan, akár ettől függetlenül sajnos olyan helyzetben vannak, hogy szívesen fogadnának segítséget, adományt, jelen esetben ajándékot. Az óvodaiskolai szociális segítőink a járás valamennyi oktatási nevelési intézményeiben eljuttatják ezeket az igényfelmérő lapokat. Ezek visszaküldési határideje november 15. Terveink szerint a jótékonysági aukció lezárását követően ezeknek az adatlapoknak a figyelembevételével történik azoknak a gyerekeknek a kiválasztása, akik ezáltal ajándékba részesülhetnek. Nagyon izgatottak vagyunk, mert még ilyen jótékonysági aukcióra nem került sor, és nagyon bizakodóak vagyunk, mert az adománygyűjtés során, illetve a felajánlások gyűjtése során így személyes tapasztalataim alapján nagyon szolidárisak az emberek, nagyon pozitívan álltak ehhez a kezdeményezéshez. És én azt gondolom, hogy ha itt széttekintünk az asztalnokon, mindenki talál kedvére valót, amivel úgymond duplán ajándékozhat, hiszen azáltal, hogy licitál, nem csak egy gyerek karácsonyát teszi szebbé, hanem akár a szerettei számára is ajándékot gyűjthet. Rengeteg felajánlás érkezett. Helyi, környékbeli vállalkozók, civil szervezet, elszármazott, magánszemély és művész adakozott ebbe a programba. 180 tételnyi adomány gyűlt össze. A program mellé állt Lajtai Kati, a tolnai kötődésű előadó és zenetanár is. Az árverés november 18-án nyílik meg a Családsegítő Központ Facebook felületén. Ott lehet majd a tételekre licitet tenni egészen november 25-én 14 óráig. Győztesek a licit zárását követő két napban vehetik majd át a licitált tárgyakat. A Családsegítő Központ munkatársai abban bíznak, a kezdeményezés olyan sikert adott majd, hogy gazdag karácsonyt tudnak varázsolni a rászoruló családok részére.